Ahol a jó bogyóterem. Szép napsütéses nyár elejé délután volt. A kup, illetve nem, elnézést. Borús téli reggel volt. Nagy pelyhekben hullott a hó a rétre a szürke, pocakos felhőből. A kupacról még elhagyatottabbnak tetszett a rét, mint máskor. Ilyenkor télen alig történik valami érdekes. Ha unatkozol, igazán elkísérhetnél jó bogyót gyűjteni? Már megint elfogyott. Mit tegyünk, ha télen mindenki azt rákcsálja? Jól van, na. Már is hozom a szánkómat. A hó vidáman ropogott, ahogy Titus nagyokat szökkenve húzta maga után a szánt. Nem sokára egy zölden világító közlekedési lámpához értek. Látod? Már itt is vagyunk. De hogy kerül ide ez a lámpa? Hogy kerül ide bármi is? Ugye, nem jó bogyóért jöttetek. Szólalt meg ekkor valaki a lámpa tövéből. Titus még sohasem látta az illetőt. Zöld, ilyenkor szabad szünetelni, vagy nem? Elfelejtettem sárgára állítani. Épp evédelni készültem. De ma egyébként is fejtörős nap van. Az mit jelent? Csak azt hetett jó bogyót, aki megold egy fejtörőt. Ez a mai. Tálcán sáskám táncát látván, kátrány hány lánybárány hányt rám. Az említett lánybárányok feketék, tehát kettő. Felére is. Akkor hát, jó bogyószerést! Azzal eltűnt, mint nyúl a cilinderben. Honnan tudtad a megoldást? Ez egyike a híres, teljesen értelmetlen fejtörőknek. Bármit válaszolhattam volna rá. Még szerencsé, hogy eljöttél velem. Én biztos megpróbáltam volna megoldani. Hol van itt jó bogyó? Épp mellett állunk, mondta pofánka, és lerázta a havat egy alacsony bokorról. Ahhoz képest, hogy elhagyatott, elég fura dolgok esnek meg ezen a réten. Találtad? Talán mehetnénk is. Felrakták a teli szatyrot a szára, és elindultak. A szél közben nagy kupacokba hordta a havat. Ajjaj! Vajon ebből a sok egyforma kupacból melyik a miénk? Szerintem az ott. Mikor odaértek, Titus vállára kapta a jóbogyós szatyrot, és elkezdett felfelé mászni a kupac oldalán. Hé, mit csinálsz? Összerontod a hóteknősünket. Elnézést, azt hittük, ez a kufli kupacunk. Hogy lehet összetéveszteni egy kupacot egy hóteknőssel? Talán mert mindkettőnek egyformán kupac alakja van. Látom, semmi érzéketek a művészethez. Titus és pofánka tovább mentek. Megvan! Ez lesz az! Állj! Hozzá ne merj nyúlni a hógolyó gyűjteményemhez! Ne izélj! Ez itt csak egy kupac! Nem kupac, hanem 5371 hógolyó! Egytől egyig én gyúrtam őket! Akkor is kupacnak látszik. Mert alcáztam őket. De nem adok belőle egyetlen egyet sem. Értitek? Ne is álmodjatok róla. Bármikor gyúrunk magunknak saját gyűjteményt. Legyintett Titus, azzal fogta a szán zsinórját, és magában füstölökve tovább indult. Nem érgelődj! A hörcsögök már csak ilyenek. Ekkor egy újabb, kisebb kupachoz értek. Felmászom rá! Hát, ha fentről meglátom a mi kupacunkat. Nem látok semmit! Olyan sűrű hullik a hó! Ekkor váratlanul megmozdult alatt a kupac. Segítség! Miben segítsek? Te meg hogy kerülsz ide? Leültem ide, és azon töprektem, vajon mikor jöttök meg végre? Közben úgy tűnik kicsit belepett a hó. Töprengtél? Ha nincs kéznél rákcsálni való jó bogyó, előfordul. Hoztunk egy nagy szatyorral! Csak visszajövet, nem találtuk a kupacunkat.
itt van néhány lépésnyire. Gyertek! Kisvártatva Pofánka és Titusz ott állt barátai között a kufli kupac tetején. Nagy volt az öröm! Miközben rákcsálni kezdtek, Titusz elmesélte a többieknek az ötszemű bogyóőr teljesen értelmetlen fejtörőjét. Pompás! Igazán ideje volna, hogy rendezzünk egy teljesen értelmetlen vetélkedőt az elhagyatott réten. Ez nagyon tetszett a kufliknak, de mivel elég hideg volt már, a részletek megbeszélését másnapra halasztották. Most inkább mindenki hazament melegedni a saját kufli üregébe. A kupac elcsendesedett. A Titusz szánkója körül szétdobált jóbogyó héjakat lassan belepte a hó. Tegnap hallottam egy találós kérdést, aminek fura fejű sárga kufli volt a megoldása. Tengerre kuflik! Az úgy történt, hogy egy reggel először néhány rosszkedvű, szürke felhő jelent meg az elhagyatott rét felett, aztán esni kezdett az eső. Jaj, ne! Kiáltott fel Dilda. Csak nem lesz újra árvíz a réten. Ugyan, dehogy! Ez csak egy aféle nyári zivatar! Ez biztos? Kérdezte Hilda, mire hirtelen el is állt az eső. De jó! Kiáltotta vidámon Valér. Legalább plocskolhatunk egy kicsit a pocsolyákban. Ó, ezek a fiatalok! Ingatta fejét Délabá, de azért ő is elindult Valér után. Hé, minket itt hagytok? Kiáltották erre a többiek, és azon mód Délabáék után szögtécseltek. Mert ha van valami, aminek a kuflik sosem bírnak ellenállni, az nem más, mint, na igen, mint a pocsolyákban plocskolás. Egy átlagos kufli háromféle módon szokott pocsolyákban plocskolni. Egyenes vonalban, cikcakban, vagy össze-vissza. Ezen a délelőttön a kuflik mind a három módszert kipróbálták. Nézzetek, egy igazi tó! Kiáltott fel Pofánka. Valóban, gyertek, nézzük meg közelebbről! Mámult hunyorogva a távolba Titusz. Ez biztos, hogy egy tó? Nem lehet, hogy csak egy túl nagy pocsolya? Ilyen alapon egy pocsolyára is mondhatnánk, hogy igazából egy túl kicsi tó. Nem bírom, amikor pocsolyákról beszélgettek. Inkább plocskoljunk bele. Nem tudhatjuk, hogy milyen mély. Akkor mi legyen? Kérdezte Fityirc. Inkább hajókázunk keresztül rajta? Mekkora ötlet! Rendezünk rajta egy csalózka jó hatát! Hogy micsodát? Ó, akarom mondani, kalózhajó csatát. Valamiért ezt sosem tudom elsőre kimondani. Pompás gondolat! Nem volt hát akadálya, hogy egy szempillantás alatt mind beöltözzenek kalóznak. Egy szempillantás múlva. Ja igen, mert a kuflik kifejezetten az ilyen esetekre mindig hordanak maguknál zsebkalóz felszerelést. Még Fityirc is. Idáig megvolnánk. Már csak két hajót kell szereznünk. Megkérhetnénk a beszélő fatuskót, hogy legyen ő az egyik. Jó ötlet. Titusz és Zödör rögtön el is indul, hogy megbeszéljék vele a dolgot. Szia! Nem volna kezdett kalózhajónak lenni egy izgalmas vízi csatában? Ha gyerekek, rívágyom, hogy kipróbáljam! Én is vízi csatázhatok! Kérdezte a Mohamanyi. Hát persze, te leszel a kormányos! Mondta Titusz. Amíg távol voltak, a többi kufli megpróbált találni egy másik hajót. Itt nincs hajó! Itt sincs hajó! Itt sincs hajó. És itt sincs hajó. Itt sincs hajó. Álvásztettetek valamit?
szólította meg őket egy közelben átsorgó varázsgomba. Kalóz csatához való hajót keresünk. Azt hiszem, tudok segíteni. Barátunk a vízipatkány néhány napja itt hagyta megőrzésre a csónakját. Ott van a vadradír csáriék mögött. Ez tökéletes kalóz, ha jó lenne. Kezdődhet a csata! Beli cápa támadta meg a hajóinkat. Újságolta Béla bá. Ezen könnyen segíthetünk. A varázsgomba előkapott a háta mögül egy képzeletbeli szigonyt, és a cápa felé hajította. Remek célzás! A cápa elmenekült. Rettenetesen megéheztem ettől a vízi csatától. Sóhajtotta Valér. Hé, ez az én szövegem. Dörmögte halkan Zödön. Mit szólnátok egy képzeletbeli cápasűrhöz? Viccelődött a varázsgomba. Attól tartok, képzeletbeli sültel, képzeletbeli éjséget lehet elverni. Jegyezte meg Fityirc. Szerintem legjobb az lesz, ha hazamegyünk uzsonnázni. Mondta Titusz. Így is tettek. Polip simogassa meg a talpatokat! Vett búcsút tőlük a gomba egy ősi, csendes óceáni kalóz köszöntéssel. A kuflik úgy néztek ki, amint szögdécselve távolodtak a csillogó víztócsák között, mint hét tengerét veszte, mégis roppant vidám kalóz. Éj, egy kicsit hagyingerém van. Álmomban kalózok csatáztak körülöttem. A világ első kufli zenekara. Csodaszép, kora nyári reggel volt. Könnyű szél susogott a frissen zöldült fűben. Madarak csirpegtek a bokrok ágain, bogarak zözögtek a levegőben. Csigák szuszogtak, ürgék hümmögtek, cickányok ciccegtek, vakondokok hahotáztak, petymegek daloltak, kétfejű lepkehalak jódlisztak mindenfelé. A távolban meg mintha egy zebra pinty köszörülte volna a torkát, bár lehet, hogy az valaki más volt. Mennyire jó kedve van ma mindenkinek, mintha egy nagy, boldog kórus dalolna a réten. Szépen mondott, pofánka! Biccentett elismerően Titusz. Kár, hogy mi nem tudunk se csirpegni, se zözögni, se ciccegni, se semmi effélét. Nyávogni azért megpróbálhatnál. Dugta ki a fejét lakó üregéből Zödön. De vissza is bújt, mert Titusz azonnal hozzávágott egy nagyobb acska kavicsot. Hé, én nem kavics vagyok, hanem egy pacok. És ha énekelnénk? Te könnyen beszélsz, Hilda. Neked szép hangod van. De ha én próbálom meg, attól leszakad az én. A rétlakok pedig menekülőre fogják. Hát igen! Mi kuflik általában nem az ének hangukról vagyunk híresek. De hangot adni másként is lehet. Olyan mindenféle... Ízékkel is. A hangszerekre gondol? De nekünk nincsen semmi ilyesmink. Ha csak az ajtócsengőn nem számít hangszernek. Szerintem akármi jó lehet hangszernek. Ez az. Nézzünk szét a réten, és mindenki keressen magának valamit, amivel érdekes zajt lehet csapni.
Zseniális ötlet! Indulás! Régi szokásuk szerint minden kufli más irányba indult. Ezt én nem értem. Fogalmam sincs, hogy melyik zaj számít érdekesnek. Dünnyögte Zödön, de azért ő is a többiek után szögdécselt. Közben pittyektek a pintyek, zsurmékoltak a zsurlók, bömböltek a bölömbikák, nyíttak a nyüvek, vinnyogtak a virágok, csirpogtak a csirkék, és cingtek a cingárok szerte a réten. És akkor a következők történtek. Hilda talált a fűben egy körömreszelőt. Majd megpengette a körmével. Titus elugrált egy kidőlt ding-dong fa mellett. Hoppá! És megkopogtatta az oldalát. Bélabá épp a szélfúttak kalapját kergette, amikor megbotlott egy rozsdás biciklikerékben. Locsa! Dünnyögte, és végighúzta botját a küllőkön. Valér a derékig érő tyúknyák fűben szögdéselve nekiment valaminek. Na, egy valami! Pofánka dudorászva ugrándozott egy ligeten át, amikor meglátta egy kattogó gyík levedlett bőrét. Fúj, de undi! Zödön egy kövecses lapájon kóborolva. Jé, ez micsoda? Hát nem is tudom. Két jókora likacskőre lett figyelmes. Ezeknek vajon érdekes hangjuk van? Tűnődött magában. Nem tudom, de azért hazaviszem őket. Mi ez a lény? Egy szeméttelep? És Fityirc, hát ő egyelőre csak téblábolt erre-arra. Mikor a többiek hazaértek, kirakták a kupac tetejére szerzeményeiket. Na, Barzos, igen! Ahogy nézem, ti lesztek a világ legfurább zenekara. De ekkor megérkezett Fityirc üres kézzel. Te nem találtál semmit? De hogy nem? Megtanultam ott utánozni a zsákfejű béka délelőtti ummogását. Tartsunk egy próbát, javasolta Titus. Azt mondom, egy, két, há, mire mindenki kezdjen zajongani a hangszerével. Egy, két, há! Kiáltotta Titus, mire az összes kufli lármázni kezdett a hangszerével. Olyan hangzavar támadt, amilyet még soha nem hallott az elhagyatott rét. A zajra mindenki odagyűlt, aki csak élt és mozgott a környéken. Ez meg micsoda? Kérdezte az egyikük. Ez nem más, mint a csak hamar világhírű Kuflikupac kisegyüttes meglepetés koncertje. Nekem bejött? Játszanátok még? Kérdezte egy siketfajd. Szívesen, de örülnénk, ha ti is velünk zenélnétek. Jó! Egy, két, há! Vezényelték már harmadszor Titus, mire az összes jelenlévő belekezdett. Amiben csak tud. El is határozták, hogy azonnal csinálnak egy zenés felvonulást keresztül az elhagyatott réten. A kuflik és a rétlakók hangja, mint egy vidám nap emléke, még jó sokáig ott lebegett az alkonyodó rét fele. Na végre már, hogy elmentek.